Reggelt, jó napot és jó estét kívánok mindenkinek! A mai órán a jelzőtisítéssel fogunk foglalkozni, viszont egy kicsit úgy fogunk vele foglalkozni, hogy nem csak melléknevekkel, hanem igékkel is, mert hogy mind a kettővel lehet ezt csinálni. Először is mi a jelző? A jelző az mindig valami olyan tulajdonság, ami a főnév előtt fog állni. Tehát a főnevet úgy írom le, hogy már elé raktam a leíró dolgot, és onnantól folytatom a mondatot. Hogy magyarul mondjak rá egy példát, ez a szép nő, blablabla, bla, 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 és így folytatom a mondatot. Ott az az, hogy szép, az egy jelző akar lenni. Viszont ezt másik nyelvekben meg lehet csinálni, úgy is, hogy igéket rakunk hozzá, vagy a szép helyére egy igéket rakok, nem egy melléknevet pontosítva. Na már most magyarul ezt ritkán használjuk, de hirtelen eszembe jutott az a példa, hogy a kibontott levél. Ott a kibontott, a kibontani, az egy ige. Viszont ezt ragoztam egy picit, kicsit átvariáltam ezt az igét, és oda raktam a levél, mint főnév elé, tehát az is igazából egy jelző. Jó, tehát magyarul is használjuk ezt, csak ritkábban, mint ahogy más nyelvekben lehet. Más nyelvekben szerintem egyszerűbb így ragozgatni ezeket, hiába, hogy a magyar nyelv nagyon sok mindenre képes. De a lényeg, nézzük a jelzőtisítést akkor koreai nyelvben, jó? Nagyon sok olyan dolog lesz benne, ami hasonlít egymásra, szerintem. Viszont annyira nem nehéz, érdemesnek tartom követni az anyagot nyilvánvalóan azzal, amit ide írok, meg közben kinyitni a gyakorló feladatot, mert ugye ott is ugyanúgy ott vannak a dolgok, úgyhogy lehet, hogy úgy egyszerűbb lesz átlátni, hogy miről van szó. De nézzük akkor. Múlt idővel kezdünk, aztán jelen idő, és utána a jövő időre megyünk. Múlt időben, hogyha igét akarok jelzősíteni, akkor az úgy fog kinézni, hogyha mással hangzóra végződik a da előtt, akkor ün ragot rakok elé. Ha magánhangzóra, akkor csak a nyön nő hangot fogok odarakni a da előtt. Tehát például ilyen lenne kijelentő formában és tagadóban is mind a kettőt oda fogom írni. Például Yanggeurul Gongbuhan Hakseng, az a diák, aki angol nyelvet tanult. Ez még nem egy mondat, hanem ez egy jelzős szerkezet. Innentől még folytathatnám a mondatot. Jó? Tehát itt mondhatnám, hogy az a diák, aki angol nyelvet tanul, most nagyon jól beszél angolul, nem tudom. Lényegtelen. Mint mondtam, magyarul ezt a szerkezetet annyira nem tudjuk jól lefordítani. Nekünk két tagmondatot is kell használni arra, hogy elmondjuk egy olyan szerkezetet, amit ők elmondanak két-három szóban, és ez még nem is egy tagmondat. Jó? Amit itt érdemes megfigyelni, hogy maga a kombuha da, a da előtt ugye magánhangzóra végződik, ezért csak egy nő hangot fogok oda rakni. Kombuhan. És már kész is van a ragozásunk. Nézzük ugyanezt tagadó formában. Én azt úgy tagadtam le, hogy Yanggeurul Gongbuhaji Anun Hakseng. Ugye ott az Anun, az Anta. Levonom a tát, látom, hogy más hangzóra végződik, ezért ünt fogok oda rakni mögé. Anun. Anun Haksen, az a diák, aki nem tanult angolt. Ennyire egyszerű lenne igazából. Nézzük a példamondatokat. Azért pámen magun ümciki masisszaszta jó. Nagyon finom volt az az étel, amit tegnap ettünk, vagy a tegnapi menü isteni volt. Csinándere kanyohen gült hasik hagosippo jó. Újra el akarok menni oda, ahová a múlt hónapban mentünk. Újra meg akarom tenni azt az utat, amit a múlt hónapban megutaztunk. Nem tudom, nagyon furcsa hangzik, de a lényeg, hogy az, ahova múlt hónapban elmentünk, arra a helyre nagyon szeretném még egyszer elutazni. Pome, piun kocsul, csóásza, száram düri szácsinul, máni zikka jó. Oké, itt azt mondja, pome, piun kocs, piuda, az virágozni, piunkot, az azt jelenti, hogy a virágzó virágok, tehát nagyon milyen hangzik, de a lényeg az, hogy amikor tavasszal kinyílnak a virágok, vagy inkább hogyan mondjam, jó, tehát mivel az emberek szeretik a tavasszal kinyíló virágokat, azokat a virágokat, amelyek tavasszal már kinyíltak, ezért
sokat fényképeznek, jó? Tehát ez itt az lenne a lényeg ebben a mondatban inkább, hogy már ezek a virágok már kinyíltak tavasszal. Lehet, hogy még most is tavasz van, de már a tavasznak a vége valószínűleg, és még mindig gyönyörűen pompáznak, és arról készítünk fényképeket. Itt ezt a mondatot egyébként lehetne simán jelen idejű jelzősítéssel is megoldani. Nem tartom nagy különbségnek, szerintem. Nyilvánvalóan logikailag jobb így, mert nyilvánvalóan már kinyíltak a virágok, mire le akarod őket fényképezni, mert akkor pompáznak, akkor szépek. Mint sem, amikor félig kinyílt állapotban vannak, de úgyis lehetséges, jó? Nézzük utolsó példamondat, terebichon e, naon caram i, te abadzsie, jó? Naon, az a naoda szóból van, igéből van, az azt jelenti, hogy megjelenni valahol. Az az ember, aki a tévében volt, tévében jelent meg, az én apukám. Jó, nézzük múlt időt, de melléknévvel. Ez az assajó ragozáson alapszik. Annyi, hogy a jó helyre egy tant kéne berakni, tehát igazából a jelzősített verzió az lenne, hogy at, ott, hetton. Atton, hetton, és atton. Most nem emlékszem, hogy atton, atton, hetton, jó? Ez lenne a lényege. Például jeppatton jógya, az a hölgy, aki szép volt, vagy jeppügyi anatton jógya, az a hölgy, aki nem volt szép. Na most itt azt kéne megjegyezni a mellékneveknél kapcsolatban, és tipikusan a múlt időnél, hogy itt úgy használom a mellékneveket, hogy ez a régmúltban történt, jó? Tehát valami, ami már nagyon régen volt, most már nem feltétlenül úgy van. Tehát lehetne ezt úgy is értelmezni, hogy például a jeppatton jógya, az aki szép volt, de most már nem biztos, hogy szép. Jó? Vagy jeppügyi anatton jógya, az azt jelenti, hogy ez a hölgy, aki nem volt szép, de most már az. Jó? Tehát itt lehet változtatni az értelmén, úgyhogy éppen milyen szituációról van szó. Alapvetően azt jelenteni pont, hogy van már egy állapotváltozás a kettő között, jó? Valamilyen volt, de most már nem az. Nézzük a példamondatokat. Tattüthet tannal csiga, piga ogó násza csuasszajó, csuacsasszajó. Itt a csasszajót azt nem kell megjegyezni, jó? Ez az, amit múlt órán egyébként említettem, ha jól emlékszem, vagy az előzőben, már nem tudom pontosan melyikben, az előző kettő lesz kében, valamelyikben, hogy amikor valamilyen változásról van szó, melléknevet esetén, akkor ezt a csidát, csasszajot fogjuk használni, viszont azt mondtam, hogy még most nem fogok tanulni, egy-két óra múlva lesz, most még nem kell, itt csak beleraktam a mondatba, mert így lesz szép a mondat, jó? Ez a mondat azt jelenti, hogy az esőzés miatt a korábbi kellemesen meleg időjárás lehűlt. Csúva csasszajó az azt jelenti, hogy lehűlt, hideggé vált. Jó? Itt ez a mondat kifejezetten jól kifejezi azt, hogy valami volt, valamilyen állapot fent állt, de időközben megváltozott ez az állapot. Jó? Csolyong hettan kirisz három dürici vesz a naugi. Sizsák hago násza, sikküra vagy csasszajó. Megint csak ezt a csasszajó, amit nem kell még egyelőre tudni. Oké, mivel az emberek elkezdtek kijönni az otthonaikból, ezért az eddig csöndes utca hirtelen zajossá vált, a hirtelen az nincsen benne, csak most raktam bele, ne kérdezz meg miért. Az eddigi csendes utca zajossá vált, ennyi lenne a lényege. Nézzük, még van egy pár példamondat. Ebben már nincsen benne a csasszajó, hogy egyszerűbb legyen, és akkor lássatok olyan példamondatot, hogy nem kell feltétlenül belerakni az, hogy azt a nyelvtant, amit eddig még nem vettünk egyébként. Tehát kü mási szattan kei kürültási makkosi pajó, azt a finom tortát megint meg szeretném enni, vagy még egyszer szeretnék belőle enni, még egyszer szeretnék olyan finom tortát enni. Kü jeppattani agyárültási magnagosi pajó, az a gyönyörű nővel szeretnék újra találkozni. Kü szenkjattan nem gyerül ki a ronesta, jó? Azzal a jóképű férfivel házasodtam össze. Kütte cungja ettan jágirül ezt a jó? Akkor egy fontos kérdést tettem fel. Jó? Ja.
Ennyire egyszerűen. Nézzük a jelenítőt igével először is. Itt simán a nünt fogjuk belerakni, teljesen mindegy, hogy magánhangzóra végződik, vagy más hanghangzóra, a da előtt az ige, ugyanúgy a nünt fog belekerülni. Például, jongorul kongbuhan ön hakszen, az a diák, aki angol nyelvet tanul. Jongorul kongbuhaji an ön hakszen, az a diák, aki nem tanul angolt. Nagyon fontos egyébként, amit elfelejtettem mondani az elején, de tulajdonképpen arról van szó, hogy itt ilyen időben mindig általánosságokról, szokásokról beszélünk, olyan dolgokról, amik akár több éven keresztül fennállnak. Tehát ezek nem olyan dolgok, ami éppen csak kizárólag most történik. Arra lenne egy másik szerkezetünk, de egyelőre szerintem nem kell megtanulni, hogyha ezt meg tudjátok tanulni, akkor igen, szuper. Nézzük a példamondatokat. Jongorul kongbuan hangsengi toktok hejó. Okosak azok a diákok, akik angol tanulnak. Hangukorul karcsinun szaszengnim i cogje szarajó. Az a... vagy a koreit tanító tanár itt lakik, vagy ott lakik, bocsánat, ott. Hakkyo japeinun kape shop elkakoya jó. Abba a kávézóba fogok menni, amelyik az iskola előtt van, az iskolával szemben van. Ja. Nézzük már léknevet jelen időben. Ez az ü-ün-rag lesz, ami sajnos, vagy nem sajnos, nagyon hasonlít a múlt idejű igés ragra. Nem fog tudni összekeverni, szimplán pusztán azért, mert melléknévről van szó, meg igéről, tehát ebben az értelemben nem tud összekeverni. Viszont mivel ott múlt időről is, meg jelen időről van szó, van ok arra, hogy aggódj, szerintem. Legalábbis nekem van okom arra, hogy aggódjak. Nem feltétlenül jutna eszembe, úgy gondolom. Nézzük először is a szabályokat, jó? Ha valamilyen melléknév B-re végződik, akkor a B helyéből U lesz, az ün ragból az Ü az kiesik, az Ü helyére az U fog kerülni. Jó, ezt már tudjuk, és akkor un ragot fog kapni, ide majd leírom mindjárt, és akkor látni fogjátok, hogy milyen formát fog felvenni. Remélem, hogy hoztam rá példamondatot, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, jó? Nézzük. Vannak olyan melléknevek, ami ugye ittára vagy optára végződnek, azok ugye kivételek, mert azok az ittá és az optá önmagában ige, és mivel ige, ezért igeként fogjuk ragozni. Jó? Tehát úgy fogjuk ragozni, mint hogyha igés múlt idő lenne. Ilyen például másittá, csemittá, és a többi. Jó? Azokat úgy fogjuk ragozni mindig, mint hogyha igék lennének. Szimplán pusztán azért, mert ittá vagy optá a vége. Nézzük, vannak színek, ezeknek mindig rendhagyó alakja van, és ezekre a jelzősítéses szabályok vonatkoznak, így mondanám el. Ide fel fogom sorolni gyorsan a színeket, nem fogom felolvasni őket, mert nem tartom fontosnak, de fel lesznek sorolva vagy itt valahol felsorolom őket, jó? Nézzük inkább a példát, a rövid példákat először. Chinchal haji anunomoni, az anyuka, aki nem kedves, és chinchal han omoni, a kedves anyuka. Jó? Nézzük a példamondatokat. Mitin saramduri simrihakcsárül chaju mannajo. Az örült vagy megbarandult emberek gyakran látogatják a pszichológust. Kü yongkamhan namjaga jeil jwanun chinguyayo. Az a bátor férfi az én legjobb barátom. Az én legkedveltebb barátom. Mikuraun, itt egy jó példa arra, hogyha valami B-re végződik, jó, azt mondtam, ez lesz a formája. Mikuraun kireza unjonhanun kosi anjonhaji anayo, vagy viamhajo, úgy is lehetne, hogy egyszerűbb legyen. Tehát itt a mikuropta, azon a szótárja alakja a melléknévnek. A B-t levonom, a B helyére egy U kerül, mivel ott U kerül helyére, ezért nem ün lesz a rak, hanem csak simán egy nyön, ugyanúgy, mint egyébként az igék esetén volt, jó? És un lesz a vége. Mikura un. Ez lenne a formája. Nézzük, a fordítás egy csúszós úton nem biztonságos, hogy veszélyes az utót vezetni. Az Anjan Hada az a biztonságos, Viam Hada veszélyes. És jövő idő esetén ezt csak igével tudjuk elvégezni. Lehetne úgy is csinálni, hogyha valami
ilyennél válok, vagy valami valamilyennél válik, tehát ezt a csidá ragozással el tudom képzelni, hogy azzal is meg lehet csinálni. Viszont mi mondtam, ezt a csidát még nem tanultuk, a mai órán már volt, de még nem kell tudni. Ha lesz óra, akkor megpróbálom ezt beletenni, ha nem felejtem el, jó? Nézzük, jövő idő. Simán a ül vagy l ragot fogjuk oda rakni, ugye ezt a l-t már használtuk egyébként az ül kojajónál, tehát a sima egyszerű jövő időnél is. Ott az a l betű, az most ide jön, tehát az fejezi ki nekünk a jövő időt. Hogyha magánhangzóra végződik, akkor simán egy l-t rakunk utána, hogyha mással hangzóra, akkor ül, ugyanúgy, ahogy eddigieknél egyébként mindegy. Minden szabálynál egy és ugyanaz történik, jó? Nézzük a példákat, a rövideket. Sujoil e kalpati. Az a buli, ahova szerdán fog menni. Sujoil e kaji a nulpati. Az a buli, ahova nem fog menni szerdán. És a példamondatok. Iljoil e halpürojektűrül. Azik do mokkünnösta jó. Még mindig dolgozunk, vagy mindig nem tudtuk befejezni azt a projektet, amit vasárnap fogunk előadni. Fajóile jóri halpivim bábi csóri bábül. Azik tómol lajó. A csóri báb az egy recept, pivim báb az egy kórai étel. Nézzük, még mindig nem tudom a receptjét annak a bibimnak, amit kedden fogok majd megfőzni. Taum dare pádül hol kübül, honuldó cicül halszú isztajó. Ma is el tudnám költeni azt a pénzt, amit jövő hónapban fogok megkeresni, vagy megkapni. Ja, szerintem ez a legjobb mondat az egész órán. Úgyhogy ez volt az utolsó mondat, és nagyon remélem, hogy mindenkinek tetszett. Egyértelmű volt a nyelvtan, odalent megtaláljátok ugyanúgy a gyakorlás, mint mindig. Nagyon jó pihenés, nagyon jó gyakorlást kívánok mindenkinek, jövő héten találkozunk, sziasztok!